Tisztelt látogatóim, nézőim, hallgatóim és kedves barátaim! Az Apák az igazságért közhasznú egyesület számára jól kezdődött ez a 2021-es esztendő. Én be is számoltam már önöknek nem egy sikerről, azonban amit most tegnap előtt tudtunk meg, ugye valamivel korábban, talán február 9-én született, ha jól emlékszem, az minden eddigi sikerünknél jobban hangzik. Ugye értünk el eredményeket gyámhivatalokban, közigazgatásban. Nyertünk pereket járásbíróságokon, vagy Budapesten a kerületi bíróságokon. Nyertünk pereket törvényszékeken. Sőt, még a kúrián is értünk el eredményt. Most viszont a legmagasabb bírói testületnél, Magyarország első számú taláros testületénél, az Alkotmánybíróságnál jártunk el sikerrel. Ráadásul egy olyan kérdésben, ami eddig még nem került soha az Alkotmánybíróság asztalára, tehát egy nem peres eljárásról beszélünk, ami ugye eleve 2020 márciusától létezik csak, és nyilván komolyabb joggyakorlat ebből adódóan még nincs benne. Ráadásul ezt is befolyásolja most a pandémia, ami szintén egy különleges helyzetet teremt, és gyakorlatilag ezzel kapcsolatban jutottunk el a legmagasabb taláros testületig, az Alkotmánybíróságig. Mégpedig eredménnyel, azaz azt is mondhatnám, hogy kicsit fellengzősen persze, hogy jogtörténelmet írtunk, hiszen elsőként és egyedüliként ugye fogalmazunk úgy, hogy nyertünk az Alkotmánybíróságon, ugye végleges törvényszéki döntéssel szemben, nem peres eljárásban, tehát kapcsolattartás végrehajtása kérdésében, hozzátéve azt is, hogy ráadásul a pandémiával is összefüggésben. Ebben a körben megkért engem elnökünk, Szaniszló Csaba, hogy azon túlmenően, hogy beszámolok önöknek nyilván erről a számunkra és mindenki számára nagyon fontos hírről, egy írásos beszámolót is készítsek, amit majd az Egyesület honlapján, illetve Facebook csoportjaiban közzé tesznek, amit én el is készítettem, és gondolom rövid időn belül majd olvasható is lesz, sőt, még az is lehet, hogy már az, őszintén szóval nem néztem meg, mert elküldtem már valamikor tegnap hajnalban ugye az Egyesületünknek. Én úgy gondolom, hogy a legegyszerűbb éppen az, hogy most ezt a beszámolót úgy készítem el, ugye rövid bevezető után, tulajdonképpen felolvasom önöknek azt, amit majd írásban is megnézhetnek a honlapunkon, illetve a Facebook csoportunkban. Hiszen sokan nem érnek rá olvasni, viszont a munkájuk mellett arra ráérnek, hogy meghallgassák, amit mondok. Nem is nézik természetesen, mert mondom, éppen dolgoznak valamit. Ugye legtöbb tagunknak és szimpatizásoknak, hogy úgy mondjam, van teendője, tehát nem unatkozik. Viszont nyilván, ha más nem, akkor az előadásomat meg tudják hallgatni, és így eljut hozzájuk az, amire mondjuk nem lett volna idejük külön leülni és elolvasni. Amellett pedig, hogy nyilván ez az előadásom is összeszedettebb lesz, hogyha már az előre megfogalmazott és leírt gondolataimat olvasom fel önöknek. Kérem szépen, ennek a kis publikációmnak majd az lesz a címe, hogy egy precedens értékű alkotmánybírósági siker margójára. Valamikor 2020 nyarának legvégén kereste meg egyesületünket egy elkeseredett különélő édesapa azzal, hogy a pandémiára hivatkozva anyuka nem teszi számára lehetővé a gyermekével való találkozást. Tehát ugye nem újdonság, ilyennel már találkoztak önök. Nem peres eljárásban kérte ugyan a kapcsolattartás végrehajtását az illetékes paksi járásbíróságtól, azonban nem járt sikerrel. A bíróság többlettényállásként arra hivatkozva, hogy apuka Pest megyébe vinné a gyereket, ahol a fertőzöttek száma az országos átlaghoz képest magas, felelős anyai magatartásként értékelték a kapcsolattartás megtagadását, illetve ennek okán nem látták felróhatónak anyuka magatartását, nem állapították meg tehát az önhibát, annak ellenére sem, hogy nem volt vitatott, miszerint anyuka nem teljesítette a kapcsolattartási határozatban foglaltakat. István hiába fellebezett, a szekszárdi törvényszék helyben hagyta az elsőfokú döntést változtatás nélkül. Így aztán még Istvánnak kellett a zsebébe nyúlnia, mert hogy kifogásolni merészelte, miszerint nem láthatja a gyermeket, és ugye ezen döntés mentén nem is fogja látni egészen a pandémia megszűnéséig, vagyis kiszámíthatatlan ideig, akár évekig is. Apuka azonban nem nyugodott bele, hitt benne, hogy ez így nem maradhat. Hogy valahol léteznie kell az igazságnak,
talán még az apák és a gyermekeik igazságának is. És így talált meg bennünket az Apák az Igazságért Közhasznú Egyesületet. Felülvizsgálatot szeretett volna, el kellett azonban szomorítanunk, a nem peres eljárásban a törvény erejénél fogva kizárt a felülvizsgálat. Elnöküknek azonban eszébe jutott, hogy létezik még, legalábbis ervben mindenképpen egy ultima ratio, az alkotmányjogi panasz. Ha pedig eljutunk idáig, akkor Csaba automatikusan hozzám irányítja az újdönsült egyesületi tagunkat, miután egyike vagyok azon keveseknek, akik korábban már fordultak eredménnyel az alkotmánybírósághoz több alkalommal is. Igaz, annak már közel 20 éve, akkor még a mezei állampolgárnak is volt lehetősége a törvények alkotmányellenességének vizsgálatát kérni. Akkor a gyülekezési jog, illetve rendőrségi törvény egy-egy passzusát sikerült megsemmisítetni a taláros testülettel. Ma már ilyen lehetőség nincs az egyszerű honpolgár számára, ami még van, az az alkotmányjogi panasz előterjesztése, kifejezetten és kizárólag a saját ügyében. Legfeljebb a saját ügyén keresztül nyílhat meg lehetősége maguknak a jogszabályoknak az alkotmányossági vizsgálatát is kérni, ha az őt ért alapjogi sérelem magából a jogszabály alkotmányosan aggályos voltából ered, nem pedig csupán egy helytelen jogalkalmazásból. Tehát, hogy értsük, szűkítették az állampolgári lehetőségeket. Annak idején nekem is lehetőségem volt azt mondani, hogy szerintem ez a törvény alkotmányellenes, és ezt megvizsgálták. Ma ilyen lehetőség nincs. Tehát ma már csak az én személyes ügyemmel mehetek oda, hogy engem alapjogi sérelem ért. És akkor van lehetőség jogszabály vizsgálatára, hogyha ez az alapjogi sérelem, ez abból adódik, hogy valamely jogszabály alaptörvény ellenes. Ugye? Tehát nem abból, hogy rosszul alkalmazták a jogalkalmazók. Tehát van ilyen lehetőség, mondom, de csak saját sérelmen keresztül. Általánosságban már nem mehetek oda, hogy elolvastam egy törvényt, és uraim, hát ez alkotmány ellenes. Pedig annak idején volt erre lehetőség, és hozzáteszem, most nem azért, hogy dicsekvésként mondjam, azokban a jogszabályokban, ami ugye alapvetően ott alaptörvény ellenes volt, ez döntően politikai megmozdulások kapcsán és az azokkal szembeni intézkedések kapcsán derült ki, ebből adódóan sokan éltek ugye a lehetőséggel, hogy alkotmánybírósághoz forduljanak. Most konkrétan azokban az ügyekben, amiben én ott sikert értem el, 72 ugye panasz ment be az alkotmánybírósághoz. Ebből a 72-ből kettőt outsiderek terjesztettek elő, tehát laikusok, köztük én voltam az egyik, meg volt egy másik is, és további 70-et pedig ügyvédek. Na most ebből a 72-ből kettőt talált meg alapozottnak az alkotmánybíróság. Mit tetszene gondolni, melyik kettőt? No, hát erről ennyit. Ezt csak azért mondom, mert ugye még mindig csípi a szememet az, hogy itt mindent ügyvédekhez kezdenek kötni, kötelező mindenhol ügyvédet igénybe venni, miközben hát a tények azt mutatják, hogy azért itt némelyik outsider simán kenterbe veri a legtöbb ügyvédet. Nem mindegyiket nyilván, de sokat közülük. Ami nem meglepő, mert azért amikor azt nézzük, hogy kérem szépen 18 ezer ügyvéd van Magyarországon és 3 ezer kellene, az azt jelenti, hogy 15 ezer megélhetési valaki van. Azok értelemszerűen azok nem profik, azok valamit tudnak, valamit elolvasgattak, valamire emlékeznek, de őszintén szóval a tudásuk nem ér semmit. Mint ezt a gyakorlatból is látjuk. No, visszatérve ugye a jelen esetre, folytattam. Tehát ugye ott tartottunk, hogy felmerült az, hogy akkor próbálkozzunk egy alkotmányjogi panasszal. Őszintén szóval szkeptikus voltam. Azt mondtam Istvánnak, mondjuk 5% esélyt látok arra, hogy megtörténik a csoda. Én megírom legjobb tudásom szerint, azzal nem lesz gond, a hiba magában a rendszerben van. Már az is jó, ha egyáltalán elolvassák kellő alapossággal, amit egy outsider benyújt nekik, és nem dobják ki azzal, hogy hát már megint valami önjelölt megváltó okoskodik itt zavarva a nyugalmukat. Apuka azonban jobban bízott a csodába, mint jó magam. Végül is mit veszítetek? Írja meg, tanár úr. Mégpedig 2020. szeptember 2-án megírtam az alkotmányjogi panaszt azzal, hogy apuka hozzájárul a nevének feltüntetéséhez az Alkotmánybíróság honlapján közzétételre kerülő indítványban. Ugye, tehát vállalta a nevét, ezt az Alkotmánybíróság minden indítványnál egyébként megkérdezi, mert az indítványokat, ha kell, akkor anonimizálva, de közzéteszik a honlapon. Ugye, hogyha valaki hozzájárul, hogy a neve is ott legyen, akkor a neve ott lesz. Az más kérdés, hogy az további neveket, azokat természetesen kiveszik, mert ez csak anonimizálva lehet. No, folytassuk. Nem bonyolítom a kérdést, kevesebb, mint 4 oldalban megfogalmaztam a döntések alaptörvény ellenességének a lényegét. Ami azután meglepő volt,
Nem jött a szokásos hiánypótlásra felhívás, amikor 10-20 oldalas kérelmeket nem látnak kellően alaposnak, alkotmányjogi érveléssel alátámasztottnak, és kérik, hogy az indítványozó fejtse már ki részletesebben, hogy miben látja az általa megsemmisíteni kért döntés alaptörvény ellenességét. Tehát én magam is nyújtottam be már több olyan alkotmányjogi panaszt, ami rettenetesen meg volt indokolva, hosszasan, részletesen, mégis jött, hogy ez így valahogy nincs egészen jó kifejtve, még egy kicsit tessék alaposabban. És ehhez képest mondom, ez a beadvány rendkívül rövidre sikerült, 4 oldalra, és fura módon nem jött semmiféle, nem jött, hogy részletezzük esetleg, mert hát viszonylag kevés benne a magyarázat. Nem volt benne több fél oldalra az alkotmányi panasznak ugye a lényege, tehát az alkotmány ellenességnek a kifejtése. Meg is lepődtem rajta, hogy nem kérnek kiegészítést. Na mindegy. Azután idén február 12-én az egyik apuka felfigyelt Sereg András cikkére az Indexen, ami azzal a címmel jelent meg, hogy nem lehet a járványra hivatkozva megtagadni a gyermek láthatását. Azonnal megosztotta a jó hírt az Egyesület Facebook oldalán. Csabának ismerős volt a történet, letöltötte az Alkotmánybíróság honlapjáról az ott közzétett 2021. február 9-én hozott római 4/1533/2020 számú anonimizált határozatot, és maga sem akart hinni a szemének. Aztán azonnal felhívott azzal, hogy szerinte ez az általam Istvánnak írt alkotmányjogi panasz lesz. Én pedig megnéztem a határozatban foglalt ügyszámokat, és egy gyors rákereséssel már ott is voltam István mappájában. Igen, ezek mi vagyunk. Ezt mi értük el. Az Apák az Igazságért Közhasznú Egyesület. Illetve azon belül jó magam. A 2020 márciusától élő nemperes eljárásról szóló törvény alapján most már járásbírósági hatáskörbe tartozó kapcsolattartás végrehajtási ügyekben és nem utolsó sorban a pandémia e kérdésre gyakorolt kihatása terén jogtörténelmet írtunk. Elsőként és egyedüliként sikerrel vittük a kapcsolattartás végrehajtásának ügyét, illetve a pandémia kapcsolattartás akadályozása történő, sajnos nem ritka felhasználásának kérdését a legmagasabb taláros testület elé. Az pedig, azon túl, hogy István ügyében megsemmisítette a koronavírusnál sokkal veszélyesebb méreggel a feminizmussal megfertőzött bíróságok, illetve bírósági titkárok és bírók alapjogokat sértő jogerős döntését, vagyis igazságot szolgáltatott Istvánnak és a gyermekének, új dimenziókat nyitott a magánélet, a családi élet, a magánszféra, a kapcsolattartás alapjogi védelmének történetében és minőségében. Na most a következőkben gyakorlatilag ismertetni fogom a nem éppen rövid ugye alkotmánybírósági határozatnak azokat a tartalmi elemeit, illetve azokat a gondolatait, amelyeket mindenképpen érdemes ugye nekünk is figyelembe venni, illetve megfontolni, mert rendkívül alapos és okos gondolatok és pontos kifejtések. És azt tudom mondani, hogy ebben az országban mindaz úgy érvényesülne, hogy ezt itt most leírták, akkor jobb lenne a világ. De a családok számára mindenképpen. Kérem szépen, az Alkotmánybíróság ugye egyfajta logika szerint vizsgálta az egészet. Ugye megnézte az alapszabályokat, mindazokat a kapcsolódó területeket, amelyekre ezek az alapszabályok vonatkoznak, és ismertette mindazt az alapelvet, amit tudni kell ahhoz, hogy ezt a kérdést elemezni lehessen. Majd azt követően rátért a konkrétumokra, és ott is elmondta, hogy mit, hogyan kell ilyen helyzetben a bíróságnak csinálnia. Tehát egyfajta útmutatást adott arra, hogy hogyan kell a bíróságoknak eljárni. Majd pedig a legvégén ugye magára a konkrét esetre vetítette mindazt, amit a korábbiakban általános elvillel kifejtett, és elmagyarázta, hogy ott miért valósult meg ugye az alkotmánysértés, illetve az alaptörvénysértés, tehát miért sértettek alkotmányossági alapelveket. No, hát ezt ismertetném, ez ugye döntően jogi szöveg, de időnként majd közben egy kis magyarázatot teszek. Tehát az Alkotmánybíróság többek között az alábbiakat mondta ki: a család, a nevelés, a gondoskodás, a kapcsolattartás szerepéről és védelméről kifejezetten elvi éllel. Az alaptörvény 6. cikk első bekezdése a gyermek és a szülő kapcsolattartáshoz való jogát kívánja biztosítani. A kapcsolattartásnak az általános járványügyi vészhelyzet miatti korlátozása olyan novum a gyakorlatban, amely érdemi alkotmányossági vizsgálatot igényel. Jól lehet, a bírósági döntés egy konkrét kapcsolattartási alkalmat érintett, és eként az apa és a gyermek személyes kapcsolattartásának egyszeri időleges korlátozását eredményezte,
annak elvi tartalma a járványhelyzet alakulásától, esetleges tartósságától függően hatással lehet további kapcsolattartási alkalmakra is. Tehát ugye itt mondja ki az Alkotmánybíróság azt, hogy itt most valami újjal találkozunk. Hogy amit mi a bíróság elé vittünk, az egy novum, ami bizony fölvet alkotmányossági alapjogi kérdéseket, amit meg kell vizsgálni. Tehát a mi felvetésünkre, a mi kérésünkre jutottunk-e oda, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálta ezt a kérdést, mert azt látta, hogy bizony ez alkotmányossági problémákat, anomáliákat vethet fel. Tehát szükség van arra, hogy alkotmánybírósági szinten vizsgáljuk. És ez az, ami nagyon fontos. Folytatom. A házasságok életközösségek felbomlásának kérdéskörével összefüggésben a nemzetközi dokumentumok és a gyakorlat is elsősorban a gyermek oldaláról közelíti meg a szülő és a gyermek kapcsolattartásának kérdését. És itt utal a New York-i egyezményre, meg ugye vannak benne különféle törvényi pontok, ezeket nem olvasom fel, aki majd elolvassa az egészet, az ugye megnézheti benne a hivatkozási alapokat. No, a következőt mondja ugye az egyik ilyen jogszabályi hivatkozás. Az egyezményben részes államok tiszteletben tartják a mindkét szülőjétől, vagy ezek egyikétől külön élő gyermeknek azt a jogát, hogy személyes kapcsolatot és közvetlen érintkezést tarthasson fenn mindkét szülőjével, kivéve ha ez a gyermek mindenek felett álló érdekével ellenkezik. Jól lehet, a kapcsolattartás igénye épp úgy felmerül a külön élő szülő oldalán. Két pólusú jogról van szó, amelynek egyik pólusán a gyermek, a másikon a szülő, a jelen alkotmányjogi panasszal érintett esetben az apa áll, így egyidejűleg beszélhetünk gyermeki és szülői jogról. Tehát ez is nagyon fontos, mert itt sokszor leragad a bíróságot, hogy hát a szülőnek ilyen joga van, meg olyan, meg nem olyan fontos, és elfeledkeznek arról, hogy a kapcsolattartás az elsősorban a gyermek joga. Ott a különbség a kettő között, amire szintén utal az Alkotmánybíróság, ugye egy későbbi részben, hogy addig, amíg a gyermeknek ez abszolút joga, és csak joga, addig a szülőnek egyben kötelessége is. Pontosan azért, hogy a gyermek joga érvényesülhessen. No, menjünk tovább. Az alaptörvény 6. cikk első bekezdésében biztosított magánszférához való jog és az alaptörvény 2. cikke által garantált emberi méltósághoz való jog között különösen szoros a kapcsolat. Na most ez egy nagyon fontos gondolat, nem csak ebben az ügyben, általánosságban. Tehát összekapcsolja a magánszféra védelmét az emberi méltóság védelmével. Ez az, amire egyébként egy kollégiumi vélemény is utal, hogy amikor valakit a maga megszokott magánszférájából kimozdítanak, olyasmire kényszerítenek, amit ő nem szeretne. Tehát egy kényszerpályán kénytelen mozogni. És annak megfelelően kell alakítania az életét, pedig nem úgy akarja. Az emberi méltóság sérelmeként értékelhető. Tehát itt ugyan ez jelenik meg, csak alkotmánybírósági szinten. Az alaptörvény 2. cikke megalapozza a magánszféra alakítása érinthetetlen területének védelmét, ami teljesen ki van zárva minden állami beavatkozás alól, mivel az emberi méltóság alapja. Az alaptörvény értelmében a magánszféra védelme azonban nem szűkül le az alaptörvény 2. cikke által is védett belső vagy intim szférára, hanem kiterjed a tágabb értelemben vett magánszférára, zárójelben a kapcsolattartásra, illetve arra a térbeli szférára is, amelyben a magán és családi élet kibontakozik, zárójelben az otthon. Na ez is egy nagyon-nagyon fontos gondolat. Nagyon fontos gondolat, gondolják végig, nem egyszerű, nem könnyű, főleg ugye jogi megfogalmazás, de rendkívül fontos gondolat, hogy a magánszféra védelme, az kiterjed a kapcsolattartásra, és kiterjed az otthonra. Tehát nem lehet leszűkíteni. No, menjünk tovább. A kapcsolattartás tiszteletben tartása, ahogyan azt az alaptörvény 6. cikk első bekezdése megfogalmazza, elsődlegesen a közlések, a felek közötti kommunikáció védelmét, intaktságát, lényegében harmadik személy számára történő meg nem ismerhetőségét jelenti. Ugyanakkor az Alkotmánybíróság, most idéz egy határozatot, tehát nem mondom a számát, tehát ilyen és ilyen számú határozata, indoklása szerint e rendelkezésnek tágabb értelmet adott, amikor kiterjesztette annak védelmi körét a gyermek és a szülői kapcsolattartásra is. Na most
megint egy kis értelmezést adok hozzá. Tehát nagyon fontos, hogy arról beszél, hogy a magánszféra védelme az az emberek közti kommunikáció védelmét jelenti, ami ugye kiterjed arra, hogy mások ne ismerhessék meg. Tehát a teljesen diszkrét privát kommunikáció, és erre mondja azt, hogy ez kiterjesztett értelmet kap az Alkotmánybíróság ugye, látókörében, mégpedig a gyermek és a szülő kapcsolatára is. Tehát ez azért nagyon fontos, mert egyrészt ez a kapcsolat döntően egy személyes kapcsolat kell, hogy legyen. Ahol én nekem lehetőségem van arra, hogy a gyerekemmel négy szem közt leüljek, és úgy beszélgessek, hogy az csak mi ketten halljuk, mások nem. De ugyanakkor ebből következik az is, amiről sokszor beszélünk ugye a kapcsolattartási cirkuszoknál, hogy például telefonos kapcsolattartásnál azt halljuk, hogy a háttérben beszél a gondozószülő, vagy a nagyszülő, vagy bárki, hogy kontrollálják, hogy a gyerek és a szülő mit beszél a telefonon. Nem lehet. Alaptörvény ellenes. Tehát ott is az intim szférát kell megtartani, hogy én, bocsánat, de ha telefonon is, de én ővele beszélek, ő meg velem, és ez másnak nincs köze. A gondozószülőnek sem. Nem kontrollálhatja. A szülő-gyermek viszonyt, mind a családi kapcsolat alapját az alaptörvény elcikk első bekezdése kifejezetten védelemben részesíti, illetve az alaptörvény 6. cikk első bekezdése a kapcsolattartás mellett garantálja a magán és családi élet tiszteletben tartásához való jogot is. A gyermeknek a külön élő szülőjével való kapcsolata természetszerűleg különbözik a vele egyháztartásban együtt élő szülővel fennálló kapcsolatától, hiszen a külön élő szülő időszakosan vesz részt a gyermek gondozásában, és nem ő hozza meg a napi nevelési döntéseket. Amint azonban a szülő-gyermek viszony sem korlátozódik a gyermekkel egyháztartásban élő szülőre, a szülői státusz nem szünteti meg a szülők életközösségének megszűnése, úgy a családi élet sem feltétlenül a gyermek napi gondozását jelenti csupán. Az alkotmányjogi értelemben a gyermek és a külön élő szülő kapcsolata a konkrét körülményektől függően mindaddig, amíg a helyzetéből adódó sajátos módon a szülői funkciókat betölti a külön élő szülő, a családi élet fogalma alá esik, és védelemben részesül. Itt még az EJEB egy konkrét döntését is idézi, ugye a MUG kontra Németország döntést, ami azt mutatja, hogy még az Emberi Jogok Európai Bírósága is foglalkozik ezzel, és egyértelművé teszi tehát azt, hogy a családi élet fogalma alá tartozik a kapcsolattartás is, tehát a külön élő szülővel való kapcsolat is. Nem csak az a családi élet, ami otthon van, ugye gondozó szülő és a gyermek között, hanem annak része bizony a kapcsolattartás is. Ez megint nagyon fontos gondolat. A családi gondoskodás és védelem szempontjából nem csak az együttélő, hanem a külön élő, a gyermek tényleges napi gondozásában közvetlenül nem, vagy csak időszakosan résztvevő, szülővel való zavartalan érintkezésnek is alapvető jelentősége van. A szülők életközösségének a megszűnése nem változtat azon, hogy a gyermek egészséges fejlődése szempontjából meghatározó a szülők együttes jelenléte és támogatása az, hogy a gyermek mindkét gondozó és külön élő szülőjét maga mellett tudhassa, rájuk számíthasson, és mindkettőjüktől megkapja a fejlődéséhez szükséges védelmet és gondoskodást. Kivéve, hogyha ez valamilyen okból ugye nem áll az érdekében, most ezt ne részletezzük. Nyilván vannak olyanok, ugye, amik az egyik szülő olyan, hogy jobb, ha nem vesz részt ebben, illetve a kevésbé rossz az, ha nem vesz részt ebben. A nevelés, amely részben megegyezik a szülői felügyeleti jogok gyakorlásával, de részben más és több annál, a gyermek életében való közreműködés, amely a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések eldöntésében való részvétel mellett, amely a külön élő szülőt akkor is megilleti, hogyha a szülői felügyeletet a másik szülő gyakorolja, elsősorban a rendszeres és folyamatos kapcsolattartás útján biztosítható. Tehát itt emeli ki, hogy milyen fontos a rendszeres és folyamatos kapcsolattartás. Majd összefoglalja az eddigieket, nagyon röviden és tömören. A külön élő szülő és a gyermek kapcsolattartáshoz való joga az alaptörvényben a magánszféra védelem, valamint a gyermekeknek a gondoskodáshoz és a szülőnek a neveléshez való joga részeként alapjogi rangra emelt jogosultság. Tehát tessék végig gondolni, világosan benne van, hogy mi mindent foglal ez magába. A kapcsolattartás tehát a külön élő szülő folyamatos jelenlétét jelenti a gyermek életében. A kapcsolattartás egyes módjai között nincs egyértelmű hierarchia. A felek közvetlenül, személyesen vagy közvetetten, például levelezés vagy technikai eszközök segítségével is kapcsolatot tarthatnak.
A kapcsolattartás minden formájának szerepe van a szülő-gyermek viszonyban. Ezek adott esetben ki is egészíthetik egymást. A kapcsolattartás közvetlensége, a rendszeres találkozás és a zavartalan személyes kommunikáció, tehát az együttlét, mégis kiemelten fontos része a szülő-gyermek kapcsolatnak. Jellemzően ez a legintenzívebb, és hagyományosan ennek van a legnagyobb szerepe a gyermek személyiség fejlődésében, a személyes kapcsolattartás lehetősége különös jelentőséget kisebb gyermek esetén kap a kötődés kialakításában, illetve fenntartásában, az elidegenedés megakadályozásában. Ezzel összhangban a gyermekjogi egyezmény 9. 3. pontja és az alapjogi csarta 24. cikk 3. bekezdése, valamint a polgári törvénykönyv, ugye, 4.2.178. paragrafus első bekezdése is a külön élő szülővel való személyes és közvetlen kapcsolattartás fenntartásának a jogát garantálja. A közvetlen személyes találkozás lehetőségének kifejezett kizárására alapvetően csak akkor van lehetőség, ha az a gyermek érdekét szolgálja, továbbá ez a kapcsolattartási jog korlátozásának tekinthető akkor is, ha rendelkezésre állnak alternatív kapcsolattartási eszközök, vagy ha ennek pótlására lehetőség van. Az alternatív kapcsolattartási eszközök és a pótlás ténye és ideje a korlátozás arányosságának a megítélésekor juthat csak szerephez. Tehát itt nagyon fontos, amire rámutat az Alkotmánybíróság, hogy nem lehet mellé beszélni, tehát a személyes kapcsolatot az csak rendkívül indokolt esetben lehet korlátozni, és nem lehet arra hivatkozni, hogy na jó, hát ott van helyette ez, meg az, meg amaz. No. Most jön a következő rész, amikor az Alkotmánybíróság arról beszél, hogy ennek megfelelően hogyan kell eljárni a bíróságoknak. Tehát mit kell figyelembe venniük? Mire kell kiterjedni a vizsgálatnak? Tehát ennek alapján az Alkotmánybíróság az egyedi ügyekben eljáró bíróságok kötelezettségeire nézve az alábbiakat fejti ki ugyancsak elvi éllel. Az alaptörvény említett rendelkezései tehát azt a kötelezettséget róják a bíróságokra, hogy az elbírálandó ügyek alkotmányjogi aspektusát, alapjogi relevanciáját felismerjék, az érintett alapvető jogok tartalmát feltárják, és erre tekintettel értelmezzék és alkalmazzák konkrét jogvitákban a jogszabályokat. Mindezek, amint ezt az Alkotmánybíróság már több esetben is hangsúlyozza, nem azt jelentik, hogy a bíróságoknak közvetlenül az alaptörvény rendelkezéseire kellene alapítaniuk a döntésüket, hanem azt, hogy az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések értelmezése és a konkrét tényállásra való alkalmazása során figyelemmel kell lenniük a releváns alkotmányjogi szempontokra. Az Alkotmánybíróság tehát egyértelművé tette azt is, hogy a bíróságok kötelezettsége, hogy az alapvető jogokat a magánjog alanyai közötti viszonyokban is érvényre juttassák. Ezzel összefüggésben speciális helyzet a konkuráló alapjogi pozíciók esetén áll elő, vagyis amikor alapjogi konfliktus a jogalanyok egymás közötti viszonyában merül fel azáltal, hogy az egyik magánszemély alapjogát a másik magánszemély alapjogának gyakorlása veszélyezteti. Az Alkotmánybíróság erre tekintettel kiemelte, a bíróságoknak ilyen esetekben közvetítő, kiegyenlítő szerepet kell betöltenie. Ennek mércéjeként pedig az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy a védelmi kötelezettség teljesítése során mind a törvényhozónak, mind pedig a jogalkalmazóknak figyelembe kell vennie azt, hogy egyik alapjog lényeges tartalma sem korlátozható, másrészt pedig arra kell törekedniük, hogy a konkuráló alapjogi pozíciók az arányosság elvének megfelelően kíméletes kiegyenlítésre, méltányos egyensúlyba kerüljenek. Ez az úgynevezett fair balance. Vagy schönen der Ausgleich. Ugye? Ezek tekintetében az Alkotmánybíróság továbbra is kontrollt gyakorol. Abban az esetben tehát, ha a bíróságoknak olyan jogvitában kell eljárniuk, amelyben az alapjogi konfliktus a jogalanyok egymás közti viszonyában merül fel azáltal, hogy az egyik magánszemély alapjogát a másik magánszemély alapjogának gyakorlása veszélyezteti, a fentiekben meghatározott szempontok szerint az érintett alapvető jogok védelmi körének feltárásával és az érintett alapvető jogok összemérésével, tehát kíméletes kiegyenlítésével és méltányos egyensúlyba hozásával kell a döntésüket meghozniuk. Ennek során a bíróságok számára lényeges szempont, hogy az érintett alapvető jogok lényeges tartalma nem üresíthető ki, és az alapvető jogoknak az alaptörvény első cikk első bekezdéséből fakadó védelmi kötelezettségét biztosítani kell. Na most ez egy kicsit talán hosszú volt, de hogy értsük, miről van szó, ugye előfordulhat az, hogy alapjogok ütköznek.
Tehát itt majd látni fogjuk, hogy az egyik alapjog a kapcsolattartás joga, a másik alapjog meg mondjuk a gondozó szülő esetében a gyermek védelme, egészségvédelme, mint szintén alapjog. És ezek a jogok például ütközhetnek. Na most ilyenkor helytelenül eljárva a bíróságok sokszor azt mondják, hogy hát akkor nézzük meg, hogy melyik a fontosabb. Tömegével látunk ilyet. Hogy azt mondják, hogy ehhez a joghoz képest az a jog az előnyt élvez. Magam is láttam jó néhány ilyesmit már. Az más kérdés, hogy nem feltétlenül alapjogoknál, de mondjuk személyiségi jogoknál, ott talán inkább megengedhető. Ha egyben nem alapjogokról van szó. Itt viszont egyértelművé teszi az Alkotmánybíróság, hogy nem lehet rangsorolni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez az alapjog most itt fontosabb, mint a másik, hanem olyan döntést kell hozni, ami ezt a fair balance, ezt a kiegyenlítést meg tudja valósítani, és ami a lényeges, hogy nem lehet olyan döntést hozni, ami a kettő közül bármelyik alapjogot kiüresíti. Tehát magyarán az egyiket megvonja. Márpedig ha azt mondjuk, hogy ez most fontosabb, mint az, akkor lényegében a bíróság ezzel ezt teszi. Hogy az egyik alapjogot kiüresíti. És ezt nem lehet. Az más kérdés, hogy nyilván a fair balance megvalósítása, hát az már egy nehezebb ügy. Az már komolyabb bírói intelligenciát, és mondjuk úgy, hogy emberi bölcsességet igényel. Na ezért probléma az, amikor például ezekben a kapcsolattartási ügyekben, mint tudjuk, általában ez a gyakorlat, még csak nem is bírók, hanem kezdők, bírósági titkárok járnak el. Hát hol van azoknak olyan emberi bölcsességük, vagy élettapasztalatuk, hogy mondjuk egy ilyen feladatnak eleget tudjanak tenni? Hogy a két alapjogot valahogy úgy hozzam kiméletes szinkronba, vagy felbalanszba, hogy kérem szépen egyik sem üresedik ki. Hát mondom, erre bírók sem mindig képesek, hát mint ahogy itt sem voltak, ugye, mert törvényszéken három bíróiból álló tanács járt el, és hát marhaságot hoztak. De hát most képzeljük, hogy egy titkártól hogyan lenne ez elvárható. Itt nem az a kérdés, hogy mi azt mondjuk, hogy hú, hát a titkáról mennyi nem ért semmihez. Egy frász, hát egyszer nincs azon a szinten, nem is várható el tőle, hogy egy ilyen alkotmányossági, ugye mondjuk alapjogi ütközésben tudja, hogy most mit tegyen. No. És most jön ugye a konkrét ügyre vonatkoztatása a dolgoknak, tehát tudjuk, hogy a konkrét ügy mi volt. A konkrét ügy az volt, még egyszer mondom, hogy igen, egyszerűen arra hivatkozott anyuka, hogy nem adja, mert vírusveszély van, és ugye apuka egy vírussal az országos átlagnál rosszabb helyzetben lévő területen, ugye Pest megyében él, ahol ugye fertőzöttebbek, nagyobb mértékű a fertőzés, mint mondjuk az ország más területein. Ennyi volt, és ezt elfogadták azzal, hogy hát ez olyan többlet tényállás, amit ugye anyuka joggal vesz figyelembe. És akkor most ezt nézzük meg, hogy ugye az előbb elhangzottakat hogyan vetíti le a konkrét ügyre az Alkotmánybíróság. Tehát végül a konkrét ügyre vonatkozóan az alábbiek szerint értékelte az előbbiek teljesülését, illetve nem teljesülését, valamint a pandémia kihatását ezen kérdések megítélésére az Alkotmánybíróság. A vizsgált ügyben a itt és itt, ezen és ezen pontokban kifejezett szerint az indítványozónak az alaptörvény 6. cikk első bekezdése és a 16. cikk második bekezdése által biztosított kapcsolattartási jogát korlátozták. Ez ugye idáig még világos. Ezzel szemben áll az anya oldalán a járványveszélyre való hivatkozáson keresztül a neveléshez való alapjog, ugye alaptörvény 16. cikk második bekezdése, valamint a gyermekvédelméhez és gondoskodáshoz való joga, alaptörvény 16. cikk első bekezdése, továbbá az egészséghez való jog, ami az alaptörvény 20. cikkének első bekezdésében szerepel. Tehát itt fejti ki, hogy hogyan konkurál itt most több alapjog egymással. Ugye az apa részéről a kapcsolattartás, az anya részéről meg, mint látjuk, tulajdonképpen három alapjog is. Ugye, és hogyan kellene majd ezt feloldani? Az következik most. Tehát a koronavírus járvány és az emiatt hozott járványügyi intézkedések általánosságban nem lehetetleníthetik el a szülők és a gyermekei közötti személyes és közvetlen kapcsolatot. Most azt hozzáteszem, hogy ezt általában a titkárok is tudják, meg a bírók is, tehát ez egy általános hivatkozás, hogy önmagában ez kevés, hogy koronavírus. Hanem többlettényállás kell. És ez az, amiről most beszélünk, hogy ők egyszerűen többlettényállásnak vették azt, hogy itt több a fertőzött ezen a környéken, mint mondjuk másutt. Most képzeljük el, csak még mielőtt rátérnék az Alkotmánybíróság döntésére, hogy ezzel mit mondott ki az a teljesen süket bíróság? Ugye a szekszárdi törvényszék három, hadd ne mondjam, hogy milyen színvonalú bírója. Hát azt mondták ki, hogy nem ugyanazok a jogok illetik meg mondjuk a Tolna megyében lakó édesapát, és mondjuk egy Pest megyében lakó édesapát. Hát Jézus Mária, hát képzeljük el, alapjogokról beszélünk.
ami megkülönböztetés nélkül mindenkit megillet. És akkor ehhez képest ezek kimondják azt, hogy hát egy tolnai apuka az láthatja a gyerekét, de egy Pest megyei az nem. Tehát azonnal nem kell hozzá alkotmánybírónak lenni, hogy azonnal lássam, hogy ez abszurdum. Hát mindahogy láttam is, és meg is született ez a döntés. No, folytatom, tehát ugye elsőre kimondja, hogy amit mindannyian ismerünk, hogy önmagában az, hogy koronavírus van, ez kevés. A kiskorú gyermek és a szülő közvetlen kapcsolatának fenntarthatósága a különleges jogrend idején is az emberi kapcsolatok között olyan minimumot jelent, amelyre nem vonatkozik az úgynevezett társadalmi távolságtartás, ez a social distancing követelménye, és ez épp úgy igaz az együttélő, mint a különülélő szülő viszonylatában, amennyiben persze a különülélő szülőt nem titották el ugye a kapcsolattartástól. A különélő szülővel való kapcsolattartás is kifejezetten a gyermek érdekét szolgálja. Ezt támasztja alá az is, hogy a szülői jogok és kötelezettségek gyakorlása még a 2020. évi március 28-án hatályba léptetett kijárási korlátozás esetében is alapos indokú szolgált a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására. Ez volt ugye a kormányrendeletnek az a bizonyos 4. paragrafus első bekezdés tépontja, ami ugye azt mondta, hogy ezen jogok alapján el lehet menni, ugye, illetve át lehet lépni a kijárási tilalmat. És ez az, amire ugye a bíróságok meg azon reagáltak, hogy ez nem kötelezővé teszi a kapcsolattartást, tehát nem teremti meg az alapját, csak a lehetőségét. Na most itt látjuk, hogy ha viszont az alkotmányossági szempontokat is nézzük, akkor nem csak a lehetőségét teremti meg, akkor többlettégyenlás hiányában kötelező is. No kérem szépen, menjünk tovább. Mindazonáltal a járványhelyzet egyes esetekben befolyásolhatja, alternatív kapcsolattartási eszközökre korlátozhatja a kapcsolattartást. Ez elsősorban akkor merülhet fel, ha konkrét járványügyi intézkedésre kerül sor, mert például a gyermek vagy a szülő megbetegszik, vagy karanténba kerül. Továbbá a személyes kapcsolattartás az érintett egészségi állapotára, a kapcsolattartásra szükséges utazás módjára, időtartamára, a felek személyes körülményeire tekintettel, objektív megítélés szerint különleges, azonosítható egészségügyi kockázattal járna, és nem teszik meg a szükséges óvintézkedéseket. Tehát itt most pontosan behatárolja az Alkotmánybíróság, hogy mikor lehet itt valamit tenni, illetve általánosságban mi az, amit többlettényjelásként lehet tekinteni. Mérlegelést igénylő helyzetben lehetőleg a szülők egyetértésén alapuló rugalmas megoldás megtalálása a legfontosabb. Amennyiben erre nincs mód, a bíróság akkor tesz eleget a konkuráló alapjogi pozíciók arányos elvén alapuló, a kíméletes kiegyenlítésre és a méltányos egyensúly kialakítására vonatkozó követelményének, ha a rendelkezésére álló tények figyelembevételével komplex vizsgálatot folytat le. Az összemérés leglényegesebb szempontja pedig az, hogy mindegyik érintett személy alapjogának védelmi igényét egyaránt el kell ismerni, egyikük alapjogai sem üresíthető ki. Hát itt megint utal arra, amit már az előbb is ugye olvastam, mert már korábban is utaltak rá, hogy amikor a bíróság döntést hoz, az olyan döntés kell, hogy legyen, hogy egyik alapjog sem fog kiüresedni. Nem hozhatnak olyat, hogy ez a fontosabb, a másik nem olyan fontos. Elsődlegesen abból szükséges kiindulni, hogy a különélő szülővel való kapcsolattartás a gyermek érdekét szolgálja, ugyanakkor tekintettel kell lenni a gyermek egészségét veszélyeztető objektíven fennálló faktorokra is, az egészségkárosodás valószínűségére és súlyosságára is. Minél konkrétabb az egészségügyi kockázat, annál nagyobb a lehetősége, de minél általánosabb, távolibb és absztraktabb, csupán szubjektív félelmeken és feltételezéseken alapuló, annál kisebb súllyal vehető figyelembe a kapcsolattartás jogával szemben, ugye ez a bizonyos másik alapjog. Amennyiben pusztán a megfertőződés általános, absztrakt, de teljes mértékben sohasem kizárható lehetősége elengedő lenne a személyes találkozás lehetőségének ismételt összességében akár hosszú hónapokra történő kizárásához, a kapcsolattartási jog kiüresíthetővé válna. Minél tovább tart az intervallum, annál kevésbé alkalmas annak kompenzálására, figyelemmel az adott esetben a gyermek életkorára is, a pótlás és az alternatív kapcsolattartási eszközök használata. Tehát itt mondja ki azt, hogy általánosságok, hogy hát itt sok a fertőzött, hát ott, itt, ez nem. Tehát csak konkrétumok, amit ott fentebb is hangsúlyozott. No,
A döntés alapjául szolgáló érvek absztrakt általános járványveszélyre utalnak. Itt most a konkrét döntésről beszél, amelyekből nem vonható le egyértelmű következtetés a szülő és a gyermek személyes találkozásának kockázatára nézve a konkrét ügyben. Ha pedig konkrét, reális veszély nem azonosítható, és az apa előzetesen, illetve a találkozás során, utazás közben és a találkozás helyszínén is, például a saját háztartásában, a koronavírussal kapcsolatos egészségügyi kockázat minimálisra szorításához szükséges óvintézkedéseket megteszi, akkor figyelemmel arra is, hogy az anyához hasonlóan az apa is épp úgy köteles betartani a járványügyi előírásokat, az általános járványveszély és az ezzel kapcsolatos elővigyázatosság önmagában nem elegendő indok a személyes találkozás korlátozására. Tehát itt mondja ki a bíróság, hogy kérem szépen, mindkét szülő köteles megtenni az intézkedéseket. Itt nem lehet arra hagyatkozni, hogy én most bízom a másikban, vagy nem bízom a másikban. Az a hivatkozás azonban, amely szerint a kérelmezett a kapcsolattartás tekintetében, és itt most egyébként a megsemmisített ítéletből idéz, akkor jár el helyesen és felelősség teljesen, ha a fertőzés elkerülése érdekében ezeket az alkalmakat csökkenti, a kapcsolattartásokat. A konkrét esetben elengedhetetlen alapjogi összemérés hiányára utal, és a kapcsolattartási jog kiüresítésének veszélyét hordozza. Az pedig, ha a koronavírus járvány elhúzódik, akár a különélő szülő és az óvodáskorú gyermek elidegenedéséhez is vezethet. A másodfokú végzés egyébként utal arra, hogy az anya csak a veszélyhelyzet megszűnését követően kívánta újra biztosítani a láthatást az apa számára. Óvodáskorú gyermek esetében ráadásul az alternatív kapcsolattartási lehetősége kevésbé képesek pótolni a személyes találkozást. Ugye? Tehát itt is az volt, hogy anyuka kitalálta, hogy amíg járványveszély van, addig ő nem adja a gyereket. És mi van, ha évekig van? Hát, elképzelhetetlen. Szomorú az, hogy sajnos ezt nem ismerte fel sem a Paksi Járás Bíróság, sem a Szekszárdi Törvényszék 3 alkalmatlan bíróból álló tanácsa. Mindez igen magas színvonalú, minden szempontra kitérő alapos elemzés, akár oktatási célokra is hasznos lehet a jövőben. Tehát ugye ideig tartott az ismertetése a döntésnek, és még néhány dolgot fűzök én hozzá. Végezetül nem menjünk el talán amellett sem, hogy persze a taláros testület normális keresztényi családfelfogást, illetve értékrendet követő többsége mellett akadt ezúttal is egy hangosan tiltakozó, más értékrendet képviselő kisebbség. Élén olyan valakivel, akinek már régen távoznia kellett volna a közéletből, de legfőbbképpen az igazságszolgáltatás közeléből. Az Ereszt csatorna Olimpikon protokoll felesége dr. Handó Tünde fejtette ki elsőként a maga idézőben kötelező ellenvéleményét, három további, a keresztényi családfelfogástól a nemzeti keresztény értékrendtől távol álló társa csatlakozása mellett. Az nyilvánvaló, hogy számára a konzervatív keresztényi családkép meglehetősen távoli, illetve ismeretlen fogalom. Az általa elfogadott családképbe belefér minden, akár az Ereszt csatornák légtornászi igénybevétele is, alkalmi közlekedési, illetve menekülési útvonal gyanánt. Nemzetünk szégyene, hogy ennek a családnak az egyik tagja a keresztényi értékrenden alapuló alaptörvény megalkotásában, míg a másik tagja az alaptörvény védelmében kaphatott szerepet. Emberileg viszont talán az a legelképesztőbb, hogy a történtek után az Ereszt csatorna Olimpikon protokoll feleségének még van bőr a képen külön véleményeket megfogalmazni a többséggel szemben a család, a szülő, a gyermek, a nevelés, a gondoskodás, az otthon kérdés körében ahelyett, hogy ha már nincs annyi tisztesség benne, hogy a felmentését kérje a köztársasági elnöktől és végképp eltűnjön a szürke homályban, mélyen hallgatna, bölcsen csendben maradna, vagy mondjuk meghúzódna az Ereszt csatorna rá is vetődő árnyékában. Üzenem dr. Handó Tündének, nézze el nekünk magyaroknak, ha nem éppen tőle kívánjuk megtudni azt, hogy egy magyar számára mit jelent az Isten, a haza, a család, a gyermek iránti felelősség, vagy egyszerűen csak a becsület fogalma. Köszönöm barátaim, hogy meghallgattak.